Régebben csak telefonálásra és SMS-ezésre használtuk telefonjainkat. Mára azonban a felhasználók többségénél az internet lett a főszerep. Ezért fontos tudnunk, hogy a mobil szolgáltatók terveik szerint 2023-ig kivezetik a mára elavulttá vált 3G szolgáltatásukat, melynek szerepét a jóval fejlettebb 4G és 5G hálózatok veszik át. Bár lassabb, mint a korszerűbb 4 és 5G hálózatok, de sokan a 3G hálózaton is interneteznek régebbi, de adatforgalomra alkalmas készülékükkel. A 3G lekapcsolása után erre nem lesz lehetőség. Hogy mi történik? A telefonjuk hanghívásra és SMS küldésre továbbra is alkalmas marad, de elveszítik a mobil internetezés lehetőségét. Vagyis az eddigi okos készülékük például utazás közben vagy egy orvosi váróban pont annyit tud majd, mint ez a 20 évvel ezelőtti nyomógombos telefon. Aggodalomra azonban semmi ok. A mobil internetezésre alkalmatlanná váló 3G-s telefonját, vagy még régebbi nyomógombos telefonját most igazi okos telefonra cserélheti. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság készülékcsere támogatási programja ehhez 20 000 forint támogatást biztosít. De ki veheti igénybe a támogatást? Ha ön magyarországi lakóhelyen rendelkező magánszemély, aki jelenleg is 3G-s vagy még régebbi 2G-s készüléket használ, akkor egy maximum 120 000 forint értékű új 4G-s vagy 5G-s telefon vásárlásához 20 000 forint támogatást vehet igénybe. Fontos, hogy csak olyan régi készüléket cserélhet le, amelyet 2021. július 1-e és december 31-e között legalább egyszer használtak hanghívásra, adatforgalomra vagy SMS küldésére fogadására. A 3G hálózatok kivezetése miatt elsőként a 3G-s készülékek cseréjére lehet jelentkezni, majd a támogatási keret függvényében májustól a 2G-s telefonok is sorra kerülnek. Az NMHH készülékcsere támogatási programjáról további részleteket a netrefel.hu oldalon talál. Éljen a lehetőséggel! Netrefel!